Több mint 100 programmal várja a július 10-én kezdődő Szárnyas Sárkány Fesztivál a Nyírbátorba látogatókat. A 23. alkalommal rendezett utcaszínházi találkozóra több mint 50 produkció hivatalos. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a hagyományos, több évtizedes múlttal rendelkező fesztiváljainkra is, és az egyik ilyen nagyon ismert, és nem csak a megyében, hanem nemzetközi szinten is elismert a Szárnyas Sárkány utca színházi fesztiválunk. Ez egy nagyon különleges, egyedi hangulatú, egyedi arculatú programokkal várja az ide látogatókat, hiszen az utca színházi hangulat az egy nagyon különleges légkört teremt itt Nyírbátorban, a Minarita templom tövében. Ez egy nagy felvonulással kezdődik 10-én pénteken, és egész nap pénteken, szombaton és vasárnap, tehát a teljes hétvégén kínál összességében több mint 100 programot az ide látogatóknak. A Szárnyas Sárkány Fesztivált követően a komoly zenei egész estés programot kínáló 49. Nyírbátori zenei napok is elkezdődnek. A rendezvény sorozat egészen az augusztus 20-ai hosszú hétvégéig tart. A gyermekprogramok a múzeumkert fái alá költöznek, ahol a világ egyik legkisebb, még szabad szemmel látható játéka mellett bábszínház, szörnycirkusz és cirkuszkabaré is várja a családosokat. Igyekszünk egy olyan programkínálatot összeállítani, ami a gyakorlatilag az iskola végétől a következő iskola kezdésig szinte minden héten, minden hétvégén, még hétköznapokon is folyamatos kulturális programot biztosít. A fürdőben és a városban számos ilyen kulturális rendezvény lesz. Az augusztus 20-ai hétvégén egy lovas produkcióval, az 5. nyírbátori lovasnapokkal és egy lovas színházi produkcióval zárja a város a nyári évadot.